2023-ban a Magyarországon pénzügyi csalások kárértéke, tehát csak Magyarországon és csak a pénzügyi csalásokhoz köthetően 2023-ban meghaladta a 30 milliárd forintot. Ezt az összeget a kibertérben csalták ki a vállalkozásoktól és magánszemélyektől a kiberbűnözők a tavalyi évben. Világszinten nézve pedig ez az összeg meghaladja a 8000 milliárd dollárt. Miután az ilyen típusú bűncselekmények száma egyre nő, új információvédelmi kötelezettségeket előírő törvény lépett életbe múlt év májusában, mely 2026-ig több kötelezettséget is ró a vállalkozásokra. A törvény betartását a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága ellenőrzi hazánkban, ugyanakkor workshopok keretében a szervezet informálja is az érintett vállalkozásokat a következő másfél év telendőiről. Az első és legfontosabb, hogy a hatóságnál minden olyan vállalatnak, aki érintett ebben a törvényben, egyrészt be kell jelentkeznie, tehát nyilvántartásba kell vennie saját magát, ez az egyik legfontosabb lépés, és utána egészen 2025 év végéig vannak különböző feladatok. A legutolsó feladat az, hogy egy külső harmadik fél által, egy auditor által gyakorlatilag le kell ellenőriztetni a saját hálózatokat, a saját informatikai rendszerüket, ami gyakorlatilag egy bizonyosságot ad arról, hogy ők felkészültek-e ezekre a feladatokra, felkészültek-e arról, hogy elkerüljék a kibertámadásokat. A törvény tavaly májusi megjelenése óta az érintett 2500 vállalat elenyésző része kezdte el a felkészülést, pedig a kötelezettségek mellett a vállalkozások érdeke is lenne, hogy minél előbb építse ki mindenki védelmi rendszerét. A tapasztalat azt mutatja, hogy a hazai cégek 70%-a rendelkezik saját weboldallal, minden ötödik vállalkozás pedig online is kereskedik. Ugyanakkor a magyar vállalkozások közel háromnegyede nem alkalmaz informatikust, vagy a kor elvárásainak megfelelő kibervédelmi rendszert. Nincs egy jó megoldás. Nagyon sok mindent kell használni. Egyrészt meg kell mutatni azokat a visszaéléseket konkrétan. Tehát, hogy konkrétan mondjuk egy e-mailt, ami egy adathalász e-mailt, amivel visszajönnek, vagy egy bankszámla visszaélést, meg kell mutatni a dolgozóknak, hogy milyen ez, fölismerjék, lássák azokat a jeleket, amikből ezeket észreveszik. Azon cégek, akik 2026 év elejéig nem teljesítik az EU-s szabályozás és az új törvény hozta feltételeket, akár bírságra is számíthatnak. Az EU pedig e tekintetben elég szigorú büntetési tételeket írt elő, ahol nem lesz a szabályozásnak megfelelő a vállalat kibervédelme, ott akár 10 millió eurós bírságra is számíthatnak majd két év múlva.